Már csütörtök délelőtt felcsendültek a jól ismert ballagási dalok a kisbójaiban. Ekkor még azonban elmaradtak az ünneplő ruhák és a ballagási tarisznyák, helyettük jelmezekbe bújtak a búcsúzó diákok és osztályfőnökeik. A vidám, illetve bolond ballagásnak több évre visszanyúló hagyománya van az iskolában, hozzátartozik az utolsó évhez, ami fontos időszak a tanulók életében. Azt gondolom, hogy mindenképpen mérföldkő, és az elmúlt napok teljesen a búcsúzás hangulatában teltek, és azért mindannyian érezzük, hogy most egy korszak lezárul, szóval a ballagási próba, a maga a szerenád, ami lezajlott tegnap, úgy gondolom, hogy ez tényleg egy mérföldkő, és mindannyiunk számára fontos. A bójai iskolában nem csak a folyosókat, hanem az osztálytermeket is körbejárják a ballagók, akik idén a legkisebbeknek mutatták be először maskaráikat. A felvonuláson a legkülönfélébb jelmezek kaptak főszerepet, így mesefigurák, foglalkozások, vagy éppen horrorfilmbe illő karakterek. Minek költöztél a mai napra? Hát én egy boncmester, vagy hentes keverékének, vagy egy őrült sorozatgyilkos, ami tetszik. Hát, kicsit a festék elkenődött, igyekeztem mindent kihozni belőle, amit lehetett. Hogy telt az utolsó néhány napotok itt a bójaiban? Hát, izgulunk az érettségi miatt, ugye, de mindenki készült a vidám ballagásra, jól éreztük magunkat itt a kicsikkel, mindenkinek tetszett, úgy vettük észre. A vidám ballagás után aztán péntek délelőtt hivatalosan is elbúcsúztak a diákok iskolájuktól, tanáraiktól és a középiskolás éveiktől. A búcsú napjait aztán egy újabb fontos időszak váltja fel, ugyanis hétfőn megkezdődik az igazi megmérettetés, ahol a végzős diákok a magyar nyelv és irodalom tesztjével kezdik meg az írásbeli érettségi vizsgákat.